Sziasztok! Akik ott melegednek, legyetek szívesek, gyertek ide, jó? Köszönjük szépen! Már ugye rendőrök nem, hanem csak ti. Jöhetnek a rendőrök is. Ti pedig, hogy legyen valami súlya a tömegnek, egy picit a széléről gyertek beljebb, légy szíves, jó? Onnan. Vaperek, gőzlérek, vaperinák. Köszönjük szépen mindenki nevében, hogy eljöttetek ma. Én semmit nem látok belőletek, mert a fejemet a lámpa elvakítja, de hála Istennek legalább annyian eljöttetek, mint amennyien feliratkoztak az eseményre. Úgyhogy ezt szeretném személyesen megköszönni nektek, hogy ebben a rohadt hidegben itt szenvedtek velünk. És hogy miért vagyunk itt? Azért vagyunk itt, mert amit a videóban is láttatok, a törvénytervezetet ma, ha jól tudom, nagyon későn, mert annyira fontos, szavazásra fogják bocsájtani, úgyhogy ez az utolsó előtti pillanat szó szerint, másodpercekkel vagyunk a szavazás előtt, reméljük, hogy a hangunkat, ha nem csak így, hanem azért is meghallják, mert egész nap itt voltunk, és mutattok nekik a videókban azokat az arcokat, titeket, akik vállalták azt, hogy kiállnak az érdekeinkért, a céljainkért, mert hiszen azért vagyunk itt, mert ha most nem hallatjuk a hangunkat, akkor lehet, hogy többet nem is fogjuk tudni. Szeretnék rávilágítani a helyzet súlyára és komolyságára. Többször, több helyen említettétek, hogy az sem érdekel benneteket, hogyha betiltják majd, megoldjátok máshogy, megoldjátok okosba, majd megrendelitek külföldről, hiszen az EU-n belüli vásárlást a szabadpiaci áramlás jegyében nem lehet szabályozni. El kell, hogy keserítselek benneteket. Az új szabályozás, bár az EU jogharmonizációjának megfelel, de a törvény adta lehetőségeket figyelembe véve a helyi szabályozások eltérhetnek a központi szabályozástól, így akár szélsőséges esetben az is előfordulhat, hogy bár külföldön teljesen legálisan megvásárolható az a készülék, vagy az a likvid, amit beszeretnél szerezni, de behozni az országba, berendelni nem fogjátok tudni, illetve berendelhetitek, csak nem fogjátok megkapni. Ugyanannak a tortúrának fogtok elébe nézni, mint amit nem tudom, tudjátok-e többen. Én a napokban megtapasztaltam, ugyanis Angliából, ami állítólag még az Európai Unió része, egy csomagom megakadt a vámon, és úgy döntött a vám, hogy mivel meglátta rajta azt a bűvös varázsszót, hogy e-liquid és nikotin, ezért úgy döntöttek, hogy ezt vizsgálat elé állítják, és az Ogyinak ezt elküldték, és vártuk az eredményt. Azt most mindenkit megnyugtathatok, én megkaptam, de ez volt az utolsó csomagok egyike szerintem, amit jelen szabályozás előtt még készhez lehetett kapni. Amit még el szeretnék mondani, az, ugye amit az előbb mondtam, tehát a hangunkat most kell hallatni, amíg tudjuk, és az, hogy az internetes kereskedést ellehetetlenítsék, és ezáltal minket és a hazai kereskedőket kezelhetetlen és életszerűtlen helyzetbe sodorják, körülbelül olyan, mintha egy katonát a 21. században azt mondanánk neki, hogy barátom, menjél ki számszeríjjal, aztán végezd a dolgodat a csatamezőn, ahogy tudod. Nem fog menni. Ugye nem csak nekem tűnik a földtől elrugaszkodottnak és életképtelennek ez a szabályozás. Mindezt azért, hogy elvileg a mi egészségünket óvják, a miénket. Azokét a választópolgárokét, akik becsületes munkával, tisztességes, hangosan mondanám, adózott jövedelmemből, nem mellékesen pedig felnőtt emberhez méltóan meghoztunk egy felelős döntést. Olyan eszközöket és folyadékokat kívánunk vásárolni, melyek a már számunkra unalomig ismételt, hány százalékkal? 95, igen, ennyivel károsabb a hagyományos cigarettánál.
Persze tudom, ez csak valami alternatív univerzum lehet, mely univerzumban nem volt már hely az Emmynek és a dohányzás fókuszpontnak. Ebben az alternatív univerzumban csak az angol népegészségügyi intézetnek és az amerikai járványügyi központnak volt rajtunk kívül helye. És még rengeteg tudósnak, akiket sorolhatnak napestig, akkor sem érnénk a végére. Sajnos az alternatív dimenzió miatt ezek a kutatások a hazai, nevezzük őket szakszervezeteknek, soha nem fogják megismerni, ha rajtuk múlik, hisz az alternatív valóságuktól nincs semmiféle átjárás az igazi életbe. Továbbá számunkra az is elfogadhatatlan, hogy igazából senki, de senki nem tudja megmondani, hogy épp miért és mi a probléma. Ha rajtunk van a sapka, az a baj, ha nincs rajtunk sapka, az a baj. Először megpróbálkoztak azzal, hogy betereljék az egészet a patikákba, majd amikor ez a terv dugába dőlt, ugye mivel bírósági határozat mondta ki, hogy már pedig a nikotin nem gyógyszer, akkor gondoltak egy merészet, és úgy döntöttek, hogy a hazai piacot államosítják, és beterelnek minden nem dohányzó e-cigaretta felhasználót és átszokáson gondolkozót a nemzeti dohányboltokba. És itt vagyunk most. Trafik Mutyi 2.0. Imádlak benneteket! Ezzel egyrészt minket, már nem dohányzókat is arra kényszerítenek, hogy olyan helyre menjünk, amelynek semmi, de semmi köze nincsen a mi védelmünkhöz. Úgy van, hova tovább belekényszerítenek minket a dohányzó emberek közé, egy teljesen életképtelen modellt ránk kényszerítve. Kérdem én, ki fog nekünk segíteni a vásárlásnál? A trafikos? Nem, bizony. Akinek egy vásárlóra maximum 1-2 perce van? Mi van azokkal a leszokáson gondolkozókkal, akiknek szakértőre lenne szüksége? Hozzáértőre? Úgy bizony. Aki az első lépéseknél fogja a kezét. Hol lesz az a tudás? És egyáltalán a ráfordított idő, amivel alkalmanként mondjuk jelen pillanatban, ti tudjátok a legjobban, bementek, 20-30-40 percen keresztül foglalkoznak veletek adott esetben a kereskedők. Hogy fog ez működni? Zárt térben fogunk tudni elektromos cigarettát, folyadékot tesztelni? Nem, még a trafikban sem. Mert ugye nem fogunk tudni párologtatni, hiszen dohányzunk. Mit fog csinálni a kereskedő, hogyha bemegyünk hozzá, és azt mondjuk, hogy szeretnénk kipróbálni egy pár likvidet. Akkor mindenkit kiküld a boltból, és egy mobil kiskocsit maga után húzva, természetesen a bejárattól 10 méterre szigorúan, majd minket elkezd kínáltatni? Ez sem fog működni, mert hogy addig kiértékesít. Mindenkinek egyszerűbb lesz szerintem, ha vagy nem is bajlódik az elektromos cigaretta forgalmazásával, vagy a végletekig leegyszerűsítik majd azt. Ismétlem még egyszer. Szakértelem és segítő támasz nélkül a dohányozni éppen leszokni vágyó embereknél. Borítékolni merném a következő mondatot. Hagyd a fenébe. Adj egy doboz cigit a szokásosból. Akik pedig majd abban reménykednek, hogy a trafikba tereléssel minden megoldódik és eljön a nirvána. Ne áltassuk magunkat, a Nemzeti Dohányelosztó nem fog harmadik generációs készülékekkel foglalkozni. Legjobb esetben is csak második, de leginkább első generációs készülékekkel találkozhatunk a hagyományos cigarettaformával, eldobható kivitelben. Lesz-e neked környezettudatosság? Tovább megyek. Ha a kereskedő úgy ítéli meg, hogy nála nem pörög az e-cigaretta, szép lassan onnan is ki fog kopni. Mindenki tudja, hogy ezen neki jóval kevesebb a haszna, mint a hagyományos cigarettán, hisz egy általunk is használt készülék bőven kiesik a gyorsan forgó fogyasztási cikk értékesítés szórásából, hisz mi tartós készülékeket használunk több éve akár. Felújíthatók a zánok? El lehet felejteni. Nem fogunk ilyenekkel találkozni a polcokon. A bizottsági ülésen elhangzott továbbá egy bűvös szám. A hazai felnőtt lakosság 10 000-eléke. Ízlelgessük ezt a 10 000-eléket egy picit.
vagy ők nem tudnak számolni, megint egy barokos túrzás áldozatai lettünk, vagy én vagyok a jó módúba hazai átlagnál, hogy beletartozom ebbe a 10 000-ékbe. Ugyanis ez a 10 000-ék, azaz kb. 800 ember kitermeli azt az éves szinten 5 milliárd forintot. Ennek mondjuk akár ti is örülhetnétek, hiszen akkor az azt jelenti, hogy éves szinten körülbelül 6 millió forintot költötök elektromos cigarettára. Mellette a családot is föntartjátok, úgyhogy szerintem bőven megkeresitek azt a havi 1,5 milliót. Többen vagyunk, mint azt gondolnák. Ha pedig az 5 milliárd forintnál valakinek megindulna, számolhatnék, ne tegye. Nem ez a sok, hanem azok a milliárdok, melyeket nem cigarettára költ a felhasználó. Az pedig sokszor 5 milliárd, kérem szépen. Tisztelt hölgyeim és uraim! Egy ősi Dakota közmondás szerint nem a szabályozás ellen vagyunk, hanem az észszerű szabályozás mellett. Jelen pillanatban is önműködően szabályozva él, és virul az értékesítői hálózat. 18 évesnél fiatalabbak nem vehetnek elektromos cigarettát személyesen a boltokban. Aki mégis a fiatalok védelmével kíván példálózni, javaslom sétáljon iskolaidő végén a trafikok környékén. 5-10 perc alatt több tizenéves fogja megkérni, hogy vegyen neki egy doboz cigit. Na, még annyi se kell. Ezen kéne elgondolkozni, nem az agyatlan és minden racionalitást mellőző törvény életbe léptetésén. Záró gondolatként egy kérdés. Az a megoldás a szabályzásra, hogy visszaküldenek bennünket az időben körülbelül 10 évvel? Nem! Ha igen, akkor teljesen jó irányba haladnak, bár nekem erről a klasszikus vicc jut az eszembe, amikor bemondják a rádióban, hogy egy álmokfutó az autópályán szembe halad a forgalommal. Ekkor a sofőr felkiált. Mit egy? Az összes. Itt nem mi vagyunk az az egy sofőr. Kíváncsi vagyok, mikor jut el ez annak a tudatáig, akinek döntést kell hoznia, és arra is kíváncsi vagyok, hogy van-e annyi gerinc benne, hogy azt mondja, igen, tévedtünk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Engedjétek meg, hogy ezután a hosszúra nyúlt nyitó beszéd után megkérjem Pivko Krisztián barátomat, hogy a... biztos elment szívni egy analógot. Megkérem Krisztián barátomat, hogy a Villanypára Egyesület nevében egy másik aspektusból is ismertesse a véleményét. Köszönjük szépen, és köszöntsétek tapsal! Ez az én mikrofonom. Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm én is, hogy ilyen sokan eljöttetek az őszi hűvös ellenére. És szeretném, hogyha egy pillanatra elgondolkoznánk azon, hogy itt a mécses gyújtás ugyan egy kicsit korábban kezdődött, mint terveztük, hogy a végére is érjünk. És ezek a mécsesek azokért a dohányosokért égnek, akiket megfoszt ez a törvényjavaslat, a leghatékonyabb és legnépszerűbb alternatívától, amire a dohányzást cserélni tudnák. És gondoljunk bele azokba a borzalmas következményekbe, amik azokra a dohányosokra várnak, akiknek nem adatik meg majd az, ami nekünk megadatott az elmúlt néhány év során, hogy szabadon választhassanak maguknak e-cigarettát, és szabadon dönthessenek a saját egészségükről. Kicsit több, mint 3 éve, hogy először ültem le a civil rádió várójában, dr. Zentai István és egy maroknyi forgalmazó társaságában, arra várva, hogy az elektromos cigarettáról és az ellene folytatott oktalan és jogtalan hivatali hadjáratról beszélhessünk. Sok idő eltelt azóta, rengeteg minden történt, hol bíztatóbb, hol baljósabb események, de mindvégig nagyon reméltem, hogy végül nem lesz szükség erre a mai eseményre, és ez a nap sosem jön el, de sajnos másképp alakult. Nagyon reméltem, hogy a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet házatáján csak megtanulnak olvasni és felmérni ésszel,
hogy mit is ad hozzá életünkhöz, és minden túlzás nélkül a világhoz az elektromos cigaretta. Sajnos ez is másképp alakult. Amíg ma Magyarországon az elektromos cigaretta ellehetetlenítése és visszaszorítása a cél, addig Angliában épp azon dolgozik az egészségügy, hogy jövőre már receptre is kaphassanak elektromos cigarettát a leszokni kívánó dohányosok. Elég éles a különbség, nem? De Magyarországon az egészségügyi háttérintézményeknek 2012 óta látványosan szúrja a szemét az elektromos cigaretta. Hazánkban a veteránabb elektromos cigaretta használók akár már 7-8 éve is használnak ilyen készüléket. Úgy látszik, hogy 3 évvel ezelőtt nem volt egészségkárosító, nem volt rákkeltő, senkit nem zavart az elektromos cigaretta. Most sem az, tudjuk, hogy nem az, de az érveiket ismerjük. Ezen intézményeknek a dohányzás témájában egyetlen feladata lenne megelőzni, amennyire csak lehet, az amúgy megelőzhető dohányzás okozta megbetegedéseket, és csökkenteni azt a horrorisztikus 28 ezres számot, amely hazánkat a dohányzás áldozatainak éves statisztikájában képviseli. Mindezt egyféleképpen lehet megelőzni, ha az emberek nem dohányoznak. Körülbelül 20 percenként meghal egy magyar a dohányzás miatt. Mire ezt a beszédet befejezzük, nem egy honfitársunk meghalt. Tudjátok, hány ember halt meg világszerte az elektromos cigarettázás miatt az elmúlt 10 évben? Úgy van, 0, 1 sem. Az elektromos cigaretta használók dohányoznak? A kettős használók is nagyon jó úton haladnak afelé, hogy már egyáltalán ne dohányozzanak. Az elektromos cigaretta használók, ahogy ti is mondjátok, nem dohányoznak. Nem dohányzunk. Jelent ugyanakkor a egészségügyi kockázatot az elektromos cigaretta, mint a dohányzás? Minden a sajtóban terjesztett rémhír ellenére egyáltalán nem. Sőt. Akkor miről beszélünk? Úgy sajnos, igen. Mutyi 2.0-ról beszélünk. Az elektromos cigaretta társadalomra gyakorolt jótékony hatása nem hit vagy vélemény kérdése. Ez akár elemi logikával is belátható. Akinek ez kevés, az elolvashatja azokat a tanulmányokat, amelyeket a hazai intézmények megpróbálnak eltitkolni vagy kiforgatni. Elég lenne akár mennyiségi alapon megvizsgálni, hogy hány tudományos bizonyíték támasztja alá az e-cigaretta kárcsökkentő, egészségmegőrző és életmentő potenciáját. De ha tartalmilag is vizsgáljuk ezeket, az eredmény még inkább megdöbbentő. A magyar egészségügyi intézmények tényhamisítanak, csúsztatnak, hazudnak, elhallgatják, elferdítik az igazságot. Aki az e-cigaretta által diktált fejlődés elé akadályokat próbál gördíteni, az vagy idióta, vagy valamiképp hasznot húz a dohányzás miatt életét vesztő, jobb sorsra érdemes tízezrek halálából. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de az én egészségemről se idióták, se lelketlen haszonlesők ne döntsenek. Lehet utálni az e-cigarettát. Nem kötelező senkinek használnia sem az agyát, sem a lelki ismeretét, erre törvény nincs. Az egészségügy szereplői között viszont semmi keresnivalója ezeknek az embereknek, mert önző, ostoba álmok futásukkal beláthatatlan károkat okoznak. Egy épeszű egészségügyi apparátusban nincsen keresnivalója az olyan ludditáknak, mint a Demjén Tibor, vagy Horváth Ildikó. Ludditák!
akik alig burkoltan, voltak épp dohányzásra buzdítják a lakosság egyharmadát. És nincs keresnivalója az olyan báb döntéshozóknak, mint Beneda Attila, vagy Ónodi Szűz Zoltán, akik süketek az érintett tömegek hangjára. Szándékosan nem használom a doktori címüket, mert aki szánt szándékkal árt embertársai egészségének, az erre méltatlan. A szaktárca szerint nincs bizonyíték rá, hogy az e-cigarettával hosszú távon le lehetne tenni a cigarettát. Bizonyíték kell. Itt vagyok, itt vagyunk. Megkérdeztetek egyetlen hazai e-cigaretta használót is, hogy leszokott-e? És ha igen, hány éve? Egyet sem. 3 év alatt nem sikerült egyetlen egy hazai elektromos cigaretta használót sem megkérdezni az egészségügyi háttérintézményeknek arról, hogy mi is ez az elektromos cigaretta, és mit jelent az életükben. Nem létezik, hogy ne tudnák, hogy hazugságra épül minden érvük, ahogy az sem, hogy ne tudnák, hogy azzal, amit most tesznek, súlyosan ártanak azoknak az embereknek, akik egészségének a védelme a feladatuk lenne. Lelkiismeret furdalás nélkül ártanak annak a közel 200 000 magyar e-cigaretta használónak, akiknek sikerült fordítaniuk sorsukon ennek az eszköznek köszönhetően, és ártanak annak a több mint 2 millió magyar dohányosnak, akiken segíthetne ez az eszköz. És ezeket az embereket mi fizetjük? Mi fizetjük, hogy korlátozzák szólásszabadságunk, hogy korlátozzák az egészségesebb élethez való jogunkat, a szabad választáshoz való jogunkat, és végtelen cinizmussal a halálba küldjék dohányosok tömegeit. Érinthetetlennek hiszik magukat, de ez nem lesz sokáig így. A tudományos bizonyítékok megállíthatatlanul szaporodó tömkelege, az Angliában és Belgiumban tapasztalható pozitív hozzáállásbeli változások mind-mind annak az előszele, hogy hamarosan a tények tükrében vállalatatlanná válik majd a tudományos tényhamisítás és hazudozás. És az elektromos cigarettát üldöző ortodox, ostoba egészségügyi demagógia össze fog omlani. Remélem, hogy ezt nem kell megvárnunk, és Áder János köztársasági elnök úr és az alkotmánybírák megakadályozzák ennek az esztelen és kártékony hazugságokra épített törvényjavaslatnak a hatályba lépését. De ha nem, akkor se feledjük, nem fog ez örökké tartani. És mi akkor is ott leszünk, hogy a tetteseket és cinkosaikat elszámoltassuk. Kitartást kívánok minden gőzlértársamnak, és minden minket ellátó forgalmazónak, hogy átvészelhessük ezt a néhány kellemetlen évet, ha ránk köszönt. Dohányosok, sem nem késő, sem nem ciki kipróbálni az elektromos cigarettát. Ha nekem 20 év és napi 4 doboz cigaretta után bevált, akkor mindenki jó eséllyel indul. Addig tegyetek próbát, amíg megtehetitek. Hamarosan itt vannak az ünnepek. Lepjétek meg egymást egy megbízható strapabíró készülékkel, egy jó felújítható kazánnal, ami hűtársatok lehet, ha mégis beüt a baj. És történjék bármi, senki ne térjen vissza a dohányzáshoz, ne adjuk meg nekik ezt az örömet. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Krisztián, és akkor most szót érdemel, szót kér, szót szeretne kapni Ficsor Zoltán, a Magyar Villanypára Egyesület elnöke. Szervusztok, szeretettel köszöntök mindenkit, aki ezen a hideg
délutánon, estébe hajló délutánon megtisztelt minket. Cica-pipa, cica-pipa. Külön köszöntöm a minket támogató pártok képviselőit, a szimpatizánsokat és azokat is, akik most nem lehetnek velünk. Tudjuk, hogy nagyon sokan támogattátok ezt a rendezvényt. Vannak olyanok, akik videót készítettek, napközben nagyon-nagyon sok hamutál gyűlt össze. Megértjük, hogyha ebben a pillanatban nem lehettek velünk, csak lélekben, egy olyan közösségben, amely egy kedvenc mondatom szerint az intelligens emberek választása a dohányzás ellen vagy szemben, egy alternatíva, amely az egész világon megkezdte hódító útját, kiszabadult a szellem a palackból, és ezt már nem lehet visszagyömöszölni. Szeretnék nektek egy idézetet felolvasni, ígérem, rövid leszek, rövidebb, mint Krisztián, aki egyébként minden poént lelőtt előttünk, úgyhogy nagyon nehéz nekünk már a Krisztián után felszólalni, de azért remélem lesz még egy-két jó mondat, ami elhangzik itt még. Az igaz ember járta ösvényt mindkét oldalról szegélyezi az önző emberek igazságtalansága és a gonoszok zsarnoksága. Aki most azt gondolja, hogy én a Bibliából idéztem, az iszonyú nagyot téved. Legalább olyan nagyot, mint amilyen nagyot Demjén Tibor és Horváth Ildikó téved, amikor az elektromos cigarettát démonizálja. Báránybőrbe bújt farkas az nem az elektromos cigaretta, hanem az, aki azzá próbálja tenni, ami egyébként nem az. Egy nagyon nagy és nagyon jó lelkű közösséget ismertem meg ezelőtt 7 évvel, amikor elkezdtem az elektromos cigarettával foglalkozni. Nagyon sokan vannak itt most közületek, akik nagyon sokat tettek azért, hogy ez az eszköz Magyarországon is el tudjon indulni hódító útjára. Rengeteg videó, leírás, weboldal, kvázi szamizdatba nyomott újság forog közkézen közöttünk. Gyakorlatilag majdnem úgy működünk, hogy ezt a piacot mi felhasználók hoztuk létre, mi álmodtuk meg. Ez a mi eszközünk. És most valakik azért, mert nem értik, mert életükbe egyetlen egyszer nem próbálták ki, nem próbálták beleélni magukat a felhasználók bőrébe, most egy tolvonással meg akarják szüntetni ennek az eszköznek a szabad használatát. Kezit csókolom, az elektromos cigarettát nem azért találták ki, hogy bosszantsuk azokat, akik kitiltották a dohányosokat a különböző közterekről. Az elektromos cigarettát azért találták ki, hogy a nikotint úgy tudjuk élvezni, vagy már a nikotint sem, csak a gőzt és az ízt, hogy közben ne ártsunk az egészségünknek. Mi ezzel a probléma? Hol a baj? Valószínűleg nem a mi fejünkben. Kérek arra mindenkit, ahogy a Krisztián is mondta, próbáljatok a saját közösségetekben, magatok körül, az emberek fejében rendet teremteni, mert az a lejárató hadjárat, amit nagyon-nagyon precízen és nagyon gondosan fölépítettek, és minden hétre előhúznak a kalapból egy újabb, fertelmes farkast, egy nyuszit, amelyik kiugrik, és azt mondja, hogy diacetil, és még tudnánk sorolni, ugye? Most épp a nikotinon van a sor, holott a Pfizer oldalán tévhitként van megjelölve, hogy a nikotin rákkeltő. Akkor most kinek van igaza? A gyógyszergyártónak, vagy az egészségügyi ludditának? Ugye milyen érdekes?
Arra kérek mindenkit, próbálja ezt az időszakot átvészelni. Próbálja maga körül a világosságot hozni a sötétségbe. És ha ez meg lesz, akkor egyszer csak el fogunk oda jutni, ha más nem, a következő választásokon, hogy ne lehessen még egyszer ilyen csúfot űzni a felhasználókból, belőlünk elektromos cigaretta használókból. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem veletek. Mi is köszönjük szépen, és akkor most szeretném szólítani a Magyar Elektromos Cigaretta Forgalmazók Szövetsége képviseletében Szunyog Tamást. Szervusz, Tamás! Szervusztok, jó estét kívánok mindenkinek! Köszönöm. Én értetően egy kicsit más szemszögből fogom megközelíteni a dolgot. Ugye én is felhasználó vagyok, mint mindannyian, de ezen kívül én a Kereskedők Szövetségének a választott vezetője. A többiek, Zoli is, meg Krisztián is elmondták már azokat a dolgokat, amiket mint felhasználók tudunk, és szeretnénk, és követelünk, és úgy tűnik, hogy belefutcsolunk. Én most a kereskedők szemszögéből beszélnék egy pár szót, vagy mondanék egy pár szót, hogy ránk milyen hatása van ennek a törvénytervezetnek, illetve az a több száz vállalkozás, ami Magyarországon jelenleg legálisan működik, az hogyan kényszerül egyrészt illegalitásba, másrészt pedig hogyan megy tönkre. Jó, tehát Budapesten alakult meg a MECISZ, most már nagyon-nagyon sok csatlakozó, kereskedő, vállalkozás, cég van, aki kérte a felvételét a szövetségbe. Érdemben nem tudtunk eddig semmit sem elérni. Mint hogy a civil szervezetek sem tudtak elérni semmit, lepereg a hatóságokról, a bizottságokról, az egyes szakértőknek mondják magukat, emberekről az indokaink sora. Mit is jelent konkrétan az, hogy ezt a törvényt ők így ebben a formájában megszavazzák, mert azt nagyon jól tudjuk, hogy a december 3-ai törvényalkotási bizottsági ülésen a törvénytervezet az gyakorlatilag egy szigorításon kívül teljesen abban a formájában ment át, ahogy azt beterjesztették. Ez a szigorítás is pusztán és csak a reklámozásra vonatkozik, tehát semmilyen más módosítást nem látott szükségesnek a törvényalkotási bizottság. Most a vállalkozások, akik jelenleg ezzel a termékkörrel, ezzel az árukörrel foglalkoznak, azoknak két lehetősége van. Az egyik az, hogy a régi jó szokáshoz híven fogjuk magunkat és kimegyünk Szlovákiába, cégestől, székhelyestől, adózástól, mindenestől. A másik pedig az, hogy az interneten keresztül próbálunk meg valamilyen szinten értékesíteni. Mind a kettőnek megvan a maga veszélye, tehát ez a törvény, ez a jelenleg működő vállalkozásokat el lehetetleníteni. Jelen pillanatban Magyarországon körülbelül olyan 100 vállalkozás, egyéni vállalkozó, illetve céges vállalkozás foglalkozik elektromos cigaretta kereskedelemmel. Java része ezeknek a cégeknek úgymond kiskereskedő, tehát nagyobb nagykerektől szerzi be az áruját, de jócskán van olyan is, aki külföldről importál készülékeket, illetve folyadékokat. Ezek a vállalkozások kivétel nélkül mindegyike lehúzhatja a redönyt, az ott dolgozó emberek, és ez itt több ezer embert érint, gyakorlatilag munkanélkül maradnak, és mehetnek az utcára. Ennek a törvénynek a hatása az állami költségvetésben is érvényesül, hiszen ezek a cégek, akik most ezzel foglalkoznak jelen pillanatban, ezek Magyarországon magyar adóforintokkal támogatják a költségvetést, amit saját tapasztalatból tudok, hogy nem kevés pénz. Ezek az adóbevételek, amiket ezek a cégek jelen pillanatban generálnak a költségvetésnek, ezek értelemszerűen ki fognak esni, illetve jobb esetben, ami a számunkra jobb esetben a külföldi költségvetéseket fognak gyarapítani. Az intézkedés sorozat, ami emögött a törvénytervezet mögött van, mert hát hiszen ezt a tervezetet az elfogadás után követi majd egy kormányrendelet, ami szabályozza a végrehajtását, kétségtelenül a fekete piacot fogja erősíteni, tehát könnyedén találkozhatunk majd a
az áruházak meg a plázák parkolóiban e-cigarettával csöncselő emberkékkel, és ezeknek a termékeknek a minőségét ezt senki nem tudja garantálni. Jelen pillanatban, hogyha veszel egy elektromos cigarettát, és az ne adj úristen elromlik, mert hát technikai eszközről van szó, tehát el tud romolni, akkor ezt vissza tudod vinni a kereskedőhöz, és garanciában vagy javítják, vagy cserélik neked. A fekete piacon ilyen lehetőség nincs, de hát ezt tudjuk. Szintén felhívom a figyelmet az internetes rendeléseknek a veszélyeire. Ugye a külföldi oldalakon mindannyian ismerjük őket, tudjuk, hogy van egy-két nevesebb cég, illetve elrikült kereskedéssel foglalkozó oldal, akik megbízható, jó minőségű termékeket forgalmaznak. Tőlük nyugodtan tudunk rendelni, de számtalan olyan weboldal található és lelhető fel a neten, ahol bizonytalan származású, Isten tudja, hogy miből készült termékeket tudunk rendelni, lényegesen olcsóbban, mint ahogy azt a természetes gyártási folyamat indukálná. Egy-két kérdés, ami fölmerül itt bennünk, de hát Krisztiánék már ezt kivesézték, hogy kik járnak ezzel jól, ezzel a törvénytervezettel. Ugye egyértelmű, hogy a trafikosok, meg a kormány, így van, az állam, a költségvetési bevételek növekednek. És ne felejtsük el azért azt a két hatalmas nagy lobbit, ami emögött a törvénytervezet mögött állhat. Az egyik a gyógyszerlobbi, a másik pedig a dohánylobbi. Hiszen mind a kettőnek komoly és nagyon-nagyon komoly milliárdos bevételkiesést okoz az elektromos cigaretta terjedése, rohamos terjedése a virágon. Bennünk is felmerül a kérdés, mint szakmailag azért helyben lévő emberekben, cégekben, vállalkozásokban, hogy hogyan mondhat felelős kormányhivatal, mint például az ANTS, az UEFI, illetve a korányi tüdőgondozónak a stratégiai igazgatója, ő a báránybőrbe bújt farkas, már ezt őt ismerjük, olyan marhaságokat, amin gyakorlatilag mindenki nevet. Nem csak az elektromos cigarettázók, tehát nem csak mi nevetünk rajta, hanem az olyan civil is, aki az életében nem fogott a kezébe se cigarettát, se elektromos cigarettát. De ezek az emberek, említett dr. Horváth Ildikó, Demjén Tibor úr, ezek ők őszinte hittel vallják ezeket a marhaságokat, amiket mondanak. Így van. Jó, amit bennünk fölmerült, ugye jelen pillanatban megkerestünk egy ügyvédi irodát, hogy milyen lehetőségeink vannak, milyen jogi lehetőségeink vannak. Rendkívül rövid volt a válasz, semmilyen. Tehát azt mondja a speciálisan ebben foglalkozó jogi képviselet, hogy csak utána tudunk lépni, amikor a törvényt már elfogadták, hatályba lépett, akkor lehet kezdeményezni majd az eljárás felülvizsgálatát, illetve a törvény felülvizsgálatát. Ehhez perközösséget fogunk létrehozni, és meg fogjuk támadni a magyar kormánynak, illetve a magyar parlamentnek ezt a döntését. Itt kérem én is, mint magánember, mint Szonyog Tamás, Áder János köztársaság elnök urat, hogy ezt a törvényt ne írja alá. Ellenkezik mindenféle józanésszel, ellenkezik az állampolgári jogokkal, ellenkezik az alkotmánnyal, az alaptörvénnyel is. Kérjük, hogy küldje ezt a törvényt, az elfogadott törvényt normakontrollra az alkotmánybíróság elé. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Meg szeretném köszönni akkor, és egyik személyes kedvenc képviselőmet szeretném a témában most elétek citálni, ha lehet így fogalmazni, aki egy nagyon érdekes és számomra igen tetszetős performanszot adott elő a vita közben, ugyanis először a szívinfarktus hozta rám, hogy nem sikerül bekapcsolni vagy kikapcsolni a zsebzárat, és ezért nem gőzöl, de nem ez volt a háttérben, maradjunk ennyiben. Úgyhogy szeretném szólítani az Jobbik képviselőjeként Szávai István urat. Fogadjátok szeretettel!
Adjon az Isten, szervusztok! Jó estét, üdvözöllek benneteket! Nagyon vékonyra kellett fogni azt a kis performance-t, épp hogy csak egy pici füstje legyen úgy jelzésértékűre, mert a osztályfőnök úr, kövér tanító bácsi ilyenkor több 10, illetve 100 000 forintos büntetéseket szokott kiszabni, hogyha komolyan egyébként, ugyanis a parlamentben valamilyen teljesen rejtélyes, érthetetlen és eddig senki által meg nem magyarázatokból tilos a szemléltető eszközöknek a használata. Úgyhogy azért voltam ennyire óvatos egy kicsit ezzel a dologgal, és köszönöm szépen a kedves felkonferálást. Nem készítettem különösebb beszéddel, igazából csak itt szerényen meghúzottam a tér sarkában, amikor itt valaki felismert és felcitált a színpadra, úgyhogy tényleg csak egy-két gondolatot hagyosszak meg veletek. Azért is nehéz a kérdés, persze egy párt alelnökeként részt venni egy ilyen rendezvényen, de itt nem kellene, hogy ez a politikáról szóljon, meg normális országban ennek nem kéne, hogy politikai kérdés legyen. Csak az a baj, és azért nehéz nem elmondani azt, hogy ebben a, meg számos másikban egyébként is, de ebbe az egy törvénybe, ebbe az egy javaslatban, mint csebben a tenger van benne mindaz, ami ebbe az országba 5 éve folyik, ahogy ez a kormány a hatalmat gyakorolja, elképesztő, arrogáns, pökhendi módon, ostobán sok esetben, lenézve mindenkit, aki gyengébb nála, és akinek más a véleménye. Ugyanezt történt ennek a javaslatnak az elfogadásakor is. Nevetséges ellenérvekkel, a kedvencem ugye, hogy a kisgyerek megijatja, és akkor rosszul lesz tőle, meg hogy a tüzet okozhat a töltője. Ugyan azon gondolkodtam, de komolyan gondolkodtam rajta, hogy beadok valamilyen módosított a törvényhez, hogy akkor mostantól kezdve a mobiltelefonoknak a töltőit, sőt a mosogatószereket is egyébként a nemzeti dohányboltokba lehessen kapni, mert hát ugye azt is megijatja a gyerek, csak nem akartam túltrollkodni a dolgot, meg a dolognak a komolyságát veszélyezteti, de tényleg ilyen. Tehát, hogyha aki követte ezt a vitát, akkor azok láthattátok, hogy milyen elképesztő színvonalon folyt ez. Nem is volt vita, bocsánat, mert egyébként a kormányképviselő akkor nem válaszol, tehát azzal nem tisztel meg, hogy válaszoljon a kérdésedre, hogy reagálni tudjál rá. Meghallgatják, mindenki elmondja a magáét, és akkor amikor zárszóval, amikor már nem tudsz rá reagálni, akkor föláll a kormányképviselője, és akkor kiosztja, majdnem mondtam, igen, vidéken máshogy mondják ezt. Amikor már nincs esélyed és nincs lehetőséged rá. Tehát igen, ezt látjuk mi is, és higgyétek el, hogy még egyszer elmondom, nem politikai kérdés, nem szabadna, hogy politikai kérdés legyen, és ezt mi magunk sem így fogjuk fel. Ez egész egyszerűen racionalitásnak a kérdése. Én emlékszem rá, hogy amikor elfogadtuk a nem dohányzók védelméről szóló törvényt, akkor ugyanezt hallgattuk, hogy a fiataloknak a cigarettához való hozzájutásának a korlátozása, ugye a passzív dohányzás, a passzív dohányzásnak a visszaszorítása, ugyanilyen álságosak voltak ezek az érvek akkor is, létrejöttek a trafikok, ugye trafikmutyi 2 látom itt az okos és sokat mondó táblát. És ugyanilyen álságos most is ez a javaslat, mert ez a javaslat, kedves barátaim, nem a ti egészségetekről szól. Meg véletlenül se. Ezt a kormány, meg ezeket az előterjesztőket nem a ti egészségetek érdekli. De egyébként meg az is hülyék voltak, hogy legalább normálisan végig gondolják az egészet, ugye? Hogy valóban lehet ebből a trafikos haveroknak a zsebébe rakni ebből a lóvéból, mert valóban a hatása se lett ennek végig gondolva. Lehet, hogy ez volt a szándék, valószínűleg ez volt a szándék, ugyanis az elmúlt időszakban csökkent a cigarettafogyasztás Magyarországon, csökkent az ebből realizálható bevétel, csökkent a dohányboltok, a trafikoknak a bevétele, és ugye gondolják, hogy ezt a 4-5 milliárd forintos piacot most rá lehet ereszteni ugye a fideszes haveroknak a trafikboltjaira, és akkor ezzel lehet egy kis forgalmat generálni. De még ezt sem gondolták végig, lehet, hogy nem ez lesz belőle, sőt, valószínűleg nem ez lesz belőle, inkább nyűgnek fogják majd sokan érezni ezt, mert nem értenek hozzá, mert nem tudnak felvilágosítást adni, mert nem fognak tudni benneteket felelősen és szakszerűen kiszolgálni, arról nem is beszél, hogy most is csak a fekete kereskedelmet fogjuk ezzel növelni, és ezáltal pedig ellenőrizhetetlen minőségű termékeknek a forgalmát növelni. Mi megtettünk ezzel kapcsolatban mindent, mások is, majd még képviselőtársam is el fogja mondani a magáit. Egyébként Rieg Lajos képviselőtársam is itt van oldalt, aki az egészségügyi, rakd már fel a kezed, Lajos, lássanak már téged is, aki az egészségügyi bizottságban próbált érvelni, meg
meg javasolta azt, hogy legalább ott a bizottsági ülésen a szakmai szervezetek meg az érdekvédőknek a véleményét hallgassák meg. A kormány többség még arra sem volt képes, és arra sem volt hajlandó, hogy legalább ott egy bizottsági ülés keretében szót adjon azoknak, akiket itt most hallhattatok, akik a ti érdeketekben, a ti nevetekben fel tudtatok volna szólalni. Igen. Kedves barátaim, mi úgy gondoljuk továbbra is, hogy aki elektromos cigarettát használ, az nem dohányzik, aki elektromos cigarettát használ, az nem dohányos, és az elektromos cigarettát használókat is megilleti a nem dohányzók védelme. A nem dohányzók védelme az, hogy ne legyetek száműzve, ne legyetek rá kényszerítve arra, hogy az elektromos cigarettát csak ugyanott lehessen dohányos környezetbe használni, ahol most dohányozni lehet. Ez a védelem benneteket is megillet. Hajrá, tartsatok ki, köszönöm szépen, Isten áldjon benneteket. Nagyon szépen köszönjük, alelnök úr, és Rieg Lajosnak ezúton szeretném megköszönni, hogy ott is megpróbált kiállni az érdekeinkért. A podcastben, ha hallgattátok, akkor hallottátok, ha nem, akkor hallgassátok meg. Az adásnak sokat mondó címe van, 5-9. A másik személy, akit szeretnék szólítani utoljára, de nem utolsó sorban, a jóvoltából tudtunk Krisztián barátommal részt venni a meghallgatáson, vagy egyoldalú szavazáson. Én nem is tudom, hogy fogalmazzak. Heringes Anita képviselőasszony. Sziasztok! Örülök, hogy ilyen időben is még kitartotok, és végighallgatjátok a beszédeket. Megígérem, nagyon rövid leszek, mert én is nagyon fázom, és gondolom ti is. De nagyon nagy öröm, hogy ilyen sokan eljöttetek. Én 31 éves vagyok, és a 31 év alatt egy évben sem dohányoztam. És akkor ilyenkor sokan megkérdezik, hogy mégis akkor miért álltam emellé az ügy mellé. Nagyon sok barátom volt, aki viszont dohányzott, kőkeményen dohányzott. És nagyon sok barátom azóta sikeresen lecsapott az e-cigarettával. Én azt mondtam, hogy nekem ez meggyőző érv. Hiába mondja nekem bármilyen egészségügyi államtitkár, hogy nem segít a leszokásban az elektronikus cigaretta. Én láttam és tapasztaltam, rajtuk keresztül tapasztaltam, hogy sikeresen letették a cigarettát ennek az eszköznek a segítségével. És ami miatt megint itt vagyok, hogy én Tolna megyei képviselő vagyok. A mi megyénk sajnos a megyeszékhelyével együtt elhíresült a trafikmutyiról, mert mi megtudhattuk egy hangfelvételről, hogy a haveroknak osztják ezeket a trafikokat. Én nem szeretném a trafik tulajdonosok zsebét tömni azzal, hogy egy újabb eszköz kerüljön oda, amit csak ott lehet megvásárolni. És amikor a Népjóléti Bizottságon tényleg minden szavazás 5-9-re dőlt el, még az a szavazás is, amikor azt kértük tőlük, hogy hallgassák meg a szakértőket, hallgassák meg azokat a szakembereket, azokat az embereket, akik használják ezeket az eszközöket, hogy mégis egy másik érvrendszert is végighallgassanak, akkor ugyanúgy 5-9-re, mint a robotok leszavazták a javaslatot. Én ezt felháborítónak tartom. Nem szavazógépekként ülünk a parlamentbe. Gondolkodni kell a képviselőknek. Éppen azért javaslom most nektek itt, mindannyiótoknak, hogy amikor hazamentek innen, egy kicsit átmelegedtek, kinyitjátok a laptopaitokat, telefonjaitokat, küldjetek egy e-mailt az országgyűlési képviselőtöknek, és írjátok meg neki, hogy miért ne szavazza meg holnap ezt a törvényt. Mert ma éjszaka éjfélkor mi még itt fogunk vitatkozni erről a törvényről. Éjfélkor még itt fogunk nézni szembe valószínűleg 2-3 kormánypárti képviselővel, és próbáljuk legalább őket meggyőzni arról, hogy értsék meg, hogy itt most hibáznak, hogyha ezt a javaslatot elfogadják. Én nagyon remélem, hogy ez a tüntetés is, mint az internetadó elleni tüntetés, meg lesz a hatása. Észre kéne venniük már a képviselőtársaknak ott a nagyházban, hogy a mi korosztályunk az a korosztály, aki abban a világban nőtt fel, hogy úgy tudja, hogy joga van eldönteni, hogy mit akar és mit nem akar, miről dönt és miről nem dönt, és hogy mit használ és mit nem használ. Nem vehetik el a jogunkat. Mi egy demokráciában nőttünk fel. Én ezt nem akarom hagyni. Úgyhogy tényleg álljatok mögénk, írjátok meg a képviselőknek, hogy mit gondoltak erről, és hogy miért ne szavazzák meg holnap ezt a törvényt. És még egy kérésem lesz majd Pivko Krisztiánhoz. Adja oda nekem a mostani beszédét, hadd olvassak fel belőle részleteket az államtitkár úrnak. Köszönöm. Nagyon köszönjük, képviselőasszony. Azt pláne, hogy Krisztián beszédét elkérte. Mondjuk az enyémet nem.
de el fogom küldeni e-mailben. Evés közben jön meg az étvágy, úgyhogy Tamás, Szunyog Tamás szeretne még szót kérni. Hallgassuk. Csak zárszóként. Népjóléti Bizottságnak az internetes honlapján arszpoétikaként, költői hitvallásként a következő mondat szerepel. Munkánkban kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a civil és érdekképviseleti szervezetekkel való együttműködésnek. Jó, és akkor most egy picit konkrétabban és nevesítenék, hogy mindenki tudja azt, hogy a Népjóléti Bizottság mely tagjai, kik azok az emberek, akik felelősek ennek a törvénynek az elfogadásáért. A Népjóléti Bizottság elnöke dr. Selmeci Gabriella. Tagjai sorrendben Harrach Péter, dr. Zombor Gábor, dr. Tapolcai Gergely, Révész Máriusz, dr. Molnár Ágnes, Kovács Sándor, dr. Kovács József és dr. Bene Ildikó. Ők azok a fideszes képviselők, akik meg sem engedték azt, hogy a szakértők megszólaljanak. Tehát az ő nevük az, ami fémjelzi ezt a törvényt gyakorlatilag. Ők a felelősek érte. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Tamásnak, és akkor én még egy pár szót zárszóként szeretném mindenkinek külön megköszönni, akik felszólaltak, és kivált kép a képviselő asszonynak és alelnök úrnak. Egy picit elkeserít, hogy egy 700 forintos internet adónál 10 000-en vonultak az utcára, és most nézzetek körbe, mennyien vagyunk. Pedig ez az egészségünkről szól, és nem csak a mi egészségünkről, hanem a családtagjainkéről is, de nektek külön köszönöm, hogy vállaltátok névvel, arccal a videókat. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki itt fagyoskodott hajnal óta velünk, aki tartotta bennünk a lelket étellel, itallal, éppen hogy de túléltük. És sok sikert nekünk. Szükség lesz rá. Belejöttem. A hátralevő program, ha annak lehet nevezni az est hátralevő részét, az, aki még nem gyújtotta meg a mécsest, az tegye meg, legyen szíves. Még a videókat nézegethetitek egy kicsit. Úgy terveztük, hogy 8 órakor bezár a bazár, addig nekik harangoznak. 8-ig szerintem egy kicsit szocializálódjunk, beszélgessünk, próbáljatok meg engem lekenyerezni, hogy adjak nektek málnát, úgyse fogtok kapni. És mindenkinek nagyon szépen köszönöm, aki eljött, aki meg nem, az számoljon el a lelki ismeretével. Köszönöm szépen, sziasztok!